Szia! Örülök, hogy megkaptam az e-mailedet, és hogyha szükségem, akkor én előre tudom hozni magam. Vissza is írtam, gondolom, hogy ebben az űrzavarban nem volt hát nem, nem, ma, ugye megmondom őszintén, hogy itt ugye ma egész délelőtt, jó, akkor a Tamásnak mondja, légy szíves, jó, hogy teremelj neki, mert jeleztem, hogy jó. Lehet, hogy lesz valaki, aki előbbre tud jönni egyel. Jó, most a Tamás, ha nem ismernéd. Tehát akkor hárman lehetnek. Három. Van valakinek kinyomtatott program? Milyen? Kinyomtatott program. Csak összefüggés. Van. De ez a ismerőségnek az elmúlt időben, hogy milyen konferenciára jövök, és
van olyan kicsi gondolói irodalom, most nincs csak nagyon egyszerűen a dolog, mert rögtön mehetünk is haza. A másik így szólt, ezt egy kanadai barátom küldte e-mailben, hogy zsidó női irodalom a 20. században a holokauszt előtt, hát a zsidó nők akkor nagyjából a getűtet is meg a készítésével voltak elfoglalva. Ez volt a második felszólás. És a harmadik egy asszimilált liberális zsidó barátom, történész, azt mondta, hogy tehát nem nagyon kínos azért ez a felvetés? Azért nem, hogy mondjuk illendő dolog, én különbségeket tenni, hogy zsidó, írónő, annak tudod, hogy zsidó. Szóval nem. Gondolt ezt meg, hogy jó erőjáról beszélni. És tényleg azt hiszem, hogy rögtön itt kell kezdenünk akkor ezt a témát, hogy honnan is tudjuk, hogy zsidó, és egyáltalán miért kell nekünk erről beszélni. Az is felmerülnék, hogy egyáltalán, hogy azt is tudhatjuk-e, hogy nő, vagyis fontos egy írónál. És itt csak itt az anekdóta kedvéért mondom el, hogy néhány évvel ezelőtt tartottunk egy kerekasztal beszélgetést a zsidó női irodalom létformájáról, a Report a kávézóban, és a kerekasztal egyik végén ült Balazs Zsófia költőnő, a másik végén ült Forgár Zsuzsa írónő, középen költőnő is írónő. És a Balazs Zsófia azzal indított, hogy már bocsánat, én zsidó költő vagyok, de én nem vagyok nő. Nem vagyok nőköltő, így értette természetesen, nem biológiai értelemben. És akkor a Forgár Zsuzsa kitépte a kezéből a mikrofont, és elkezdett ordítani a mikrofonba, hogy hogy mondhatsz ilyen is ostoba dolgot, stb. De én viszont nem vagyok zsidóíró. De annak ellenére, hogy 17 rokonomat meggyilkolták Auschwitzban, és éppen az Auschwitzban meggyilkolt nagymamámról írok regényt, én akkor még nem vagyok zsidóíró. Tehát a kérdés, felvetés az abszolút jogos. Nézzük meg most itt a következő kis ábrácskámat. Megpróbáltam itt vázolni a helyzetet, csak kicsit sikerültem, még nem vagyok nagyon jó ebben a PowerPoint technikában. Ugye, hogy van egyrészt a nőhalmazunk, és van a zsidó halmazunk, és nyilvánvaló, hogy a zsidó nők esnek a középső szakaszban, de azt nem tudtam nagyon jól rajzolni ezt a középső szakasz, de el tudjuk képzelni. De nem csak azt jelenti, hogy mi azokkal foglalkozunk itt, akik zsidónak is, az ilyen egyszerű ez a dolog, mert azt is látnunk kell, hogy kettős kisebbségről van itt szó, nem csak azért, mert a zsidók is és a nők is kisebbséget jelentenek a társadalomban belül, de zárójelben mondom, hogy a nők nem a számadányoknál fogva természetesen, hanem a hatalomhoz való hozzáférésük szempontjából, de azt hiszem, hogy a zsidók nők mindenképpen liminális helyzetben vannak, teremhelyzetben vannak, mert a saját közösségüknek is a teremén vannak. Ugye a zsidó nők a zsidó közösségen belül, és a zsidó nők a női közösségen belül is. Tehát ezt is látni kell. Még mindig tovább fűzve azt a gondolathoz, hogy kínos dolog-e zsidókról beszélni, zsidó nőkről beszélni, mert talán zsidókról és zsidó konferencián nem annyira, hogy pár évvel ezelőtt volt egy izgalmas kiállítás New Yorkban, a New York-i Zsidó Múzeumban. Az volt a címe, hogy Too Jewish, vagy túlságosan és zsidó, magyarul jogszavunkban erre is zsidós, kicsit túlságosan zsidós valaki. És azt mondta a kiállításnak a kurátora, hogy hát bevallja őszintén, hogy néhány évvel korábban egy Archie Rand nevezetű festőművésznek a műveit nagyon kínosnak találta, azt gondolta, hogy ezt nem is lehet kiállítani New Yorkban. Mert ez a festőművész a Héber Biblia 54 heti fejezetét festette meg, és azt gondolta, hogy kínos, azt mondom, hogy zsidó. Tehát a saját asszimilált zsidó volt, akadályozta meg, ezt az egyébként nagyszerű szakemberet, művészet történésznök és kurátor, hogy élvezni tudja egy nagyszerű zsidó művésznek a zsidó tematikájú munkáját. És tulajdonképpen rájött arra, hogy ha meghallja azt a szót, hogy zsidó, akkor feszengeni kezd, vagy úgy érzi, mintha arcot csapták. Na most mi van akkor, ha mégiscsak azzal a művészettel akarunk foglalkozni, ami pontosan a zsidó identitás problémáink járja körül, és ez a kiállítás, amit végül is megnyitott, ugye, mert változott az évek folyamán, pont ezzel foglalkozott. Mit jelent az ma, hogy zsidónak lenni? Na most kell beszélnünk itt a gender különbségről is, ki a zsidó. Megmagyaráztam nagyjából, miért is kell a zsidókról beszélni, de miért is kell a nőkről beszélni. Ez nagyon divatos kifejezésé vált mostanában a nyugati gender szakirodalomban, ez az engendering. Ugye itt azt jelenti, hogy a judaizmus
másképp értelmezzük, más keretekbe helyezzük attól, hogy a nők is aktív részesei lettek. Nyilvánvaló, hogy a mindennapi praxisok, az imád, a jó, minden más attól, hogy a nők is benne vannak. De nyilvánvaló, hogy attól is más, másképp kell értelmeznünk, hogy a gender szemszögéből nézünk rá, vagyis a gender ablakából, vagy azt nézzük, hogy mit jelent mindez a nőknek, mit jelent a férfiaknak, hogyan látják mindezt a nők. Hogyan a férfiak, hogyan beszélnek erről a nők, hogyan a férfiak. Tehát tulajdonképpen, ha a társadalmi nemek szempontjából értelmezzük a zsidóságot, akkor gazdagítjuk a értelmezési terünket. Na most nézzük egy kicsit az öndefiníciónkat, és az, hogy vannak alapvető témák, amik hiányoznak a magyar irodalomból. Gondoljunk bele, hogy vannak zsidó típusok, és vannak zsidó női típusok ezen belül is, amik a sztereotípia szinten abszolút ismertek mindenhol a világon nálunk is, de nálunk inkább csak a könnyelt hollywoodi filmekből, és még inkább a karikatúraszerű ábrázolásokból. Ugye az egyik nagyon jól ismert sztereotíp zsidó nő figura a Jézusemelme, a másik pedig a szexuálisan túlfűtött, a gulya zsidó nő. Zárvél mondom szintén, hogy nemrég nyitott könyvként szerepeltem a Budapest programján, a Kazinczy utcában, és hogy a zsidó nő témában voltam kivehető könyv, és sorban állt a közönség, és én ugyan készültem ilyen témában, de mindenkit ez érdekel. Az összes férfi a gulya zsidó nőről akart hallani, igaz-e? És az összes nő pedig arról rossz férfi sztereotípjára, hogy igaz-e, hogy a zsidó apák jönnek szeret, és hol lehet velük megismerkedni, ezek voltak a kérdések. Szóval de azért ezek a kérdések, ezek terjedtek el a viccek kategóriájában. Gyakorlatilag a Jézus a máma legyen terjedtel. Ezen kívül van még egy olyan zsidó típus is, amit szintén mindjárt ismerünk, és leírták, de nem a magyar irodalomban, abszolút hiányzik az önömítós. Most például azt hozzam ezt a példát, ami a Freud anyukáját, Amália Freudot, akiről egy kutató leírja, hogy milyen volt, egy lengyel zsidóról van szó, abszolút ismerik a típus, de ez a fiatalos és domináns asszony jellegzetes lengyel zsidónő volt, türelmetlen, öntörvényű, éles eszű és rendkívül intelligens, a család középpontja, tele gyengő törődéssel és odaadással. Egy különös fajhoz tartozott, amely nem csak a golyóktól különbözött, hanem még a néhány generáció óta nyugaton élő zsidókhoz képest is teljesen más volt. Ezek a galiciai zsidók hiány voltak a finomságnak és a jómodornak. Különösen a nőket nem lehetett hölgyeknek nevezni. Rendkívül érzelmesek voltak, és érzéseik könnyen elragadták őket. Nem volt könnyű ítélni ezekkel a nőkkel, és Amália nagymama fajának vérbeli képviselője sem volt kivétel ez alól. Túlcsordult benne az életerő, és rettenetesen türelmetlen volt. Ezt Robert Bistrich írta 2003-ban. Egyébként a Giorgio Pressburger írt a 8. kerületi kopaszonyokról, ami hasonlókat, pont erről törnékről. Illet viszont nem láttunk a magyar irodalomban, egyszerűen hiányzik ez a nőtípus is. Ha megnézzük itt például nyugaton Amerikában, például az Erica Jong volt, akit gondolom, hogy sokan ismernek, ugye a Retteg és a Repüléstől című könyvéből lett nagyon ismert, a 70-es években Amerikában nálunk 20 évvel később körülbelül. Ugye nem csak a feminista nőnek a prototípusa, de a zsidó nőnek a prototípusa egy második generációs, és ez a téma végigmegy a könyvén. Most ezt írja az Erica Jongról, a Gónak Zoltán, hogy az írónő hangos családból jön, ahol a közönséges hétköznapi vacsora decibel szintje is túllépte az egészségre tágos határát. Tehát egy nagy pofájú család, ahol mindenki mindenkinél mindent jobban tud. Erika is mindenkinél mindent jobban tud. Hát ilyen figurája, figurát szerepel a saját maga alteregója is a regényeiben. És ismerem mindjárt ilyen típusú nőket, de az irodalomból hiányzik. Egyébként itt szintén nyitok egy windowt, és csak megemlíteném, hogy Louise Vastári félig magyar, félig New York-i nyelvész professzornő, aki a Stony Brook Egyetemnek volt a első női professzorának az egyik a 70-es években, leírja, hogy az első női professzorok a 70-es években mind zsidók voltak, és nagyon asszertívek, hát nyilván meg kellett vívniuk a saját szabadságharcukat. És hogy kialakult egy olyan beszédmód, ami hangos volt és asszertív, hogy a hangosság az a zsidókságból jön valószínűleg, az asszertivitáshoz lehet, hogy a szabadságharcból is. És ezért ezt a mai nyelven úgy nevezik angolul, hogy zsidósan beszél valaki, tehát speaking Jewish. De ez a típus is abszolút hiányzik a mai irodalomból. Lehet hozni erre mindenféle példákat, hogy miért és hogyan. Itt még csak egyetlen egyet hadd idézek ettől a Johntól, aki szintén problémának látja, hogy nem voltak női
kifejezésképpen a nőket a férfi jók szemével láttam korábban. Na most térjünk vissza a 20. század elejére. Ugye, hogy a 20. század elején vagyunk, amikor emancipálódott a zsidóság, Magyarországon vagyunk most, és nyilvánvaló, hogy amikor a nők dupla szabadságharcot vívtak, mint zsidók is, és mint nők is, és kikeveredtek a gettóból, és kikeveredtek a konyhából is a gettótak is mellől, és szépen beiratkoztak az orvosi egyetemre meg matematikát tanulni, meg ők alkották a magyar pszichonalitikus társadalmat úgy hirtelen. Más típusú nők ott hagyták a szegény falvakat, ahol összehozott házasság várt volna rájuk, és Pestre mentek, és a munkásmozgalomban kezdtek tevékenykedni a gyári munka után. Megint más opcionisták lettek, akik részt vettek aztán 44-45-ben az embermentésben, a vadászházban, stb. Stb. Tehát gyönyörű történeteink vannak, csak éppen ezek nincsenek megírva. Van egy érdekes kivétel, egy fiatal írónő, Polgár Lea, éppen 10 évvel ezelőtt megjelentett egy regényt, az a címenek a regénynek, hogy Álmatlanság. Segítsek? Akik egy másfajta életre törtek ebben az időszakban. Szinte nagyon érdekes, hogy egy nagyon-nagyon jól megrajzolt nőalak a holokauszt előttről szintén nem akkori zsidó írónőnek a tollából került ki, hanem Nádas Péteréből a párhuzamos történetekben. Biztos mindenki emlékszik, aki olvasta, hogy van egy nagyszerű figura, egy pszichoanalitikus nő az Újlipót városból. És az a pszichoanalitikus nő bizonyos szemzőné érdekes kapcsolatot alakít ki egy belsőépítésszel, aki a lakását csinálja, az Újlipót városban lakását rendezi be, és ez a vidéki goly fiatalember és a zsidó pszichoanalitikus nőnek a kettősségből kirajzolódik, hogy milyen is egy zsidó nő. De viszont az a probléma merül föl, hogy nem zsidó nő ábrázolta könyvében ezt a figurát, mert egyre tartjuk hitelesnek, itt most Heller Ágnesre tartnék, aki azt mondja, hogy a zsidótlanítás a magyar irodalomban című, ha már híressé vált eszélyben, hogy meg kell különböztetnünk az önreprezentációt és a heteroreprezentációt. Ugye a heteroreprezentáció az, amikor egy másik csoport tagja ábrázol valakit, és hogy az önreprezentáció, amikor belülről ábrázolnak valakit, akkor ez mindig hitelesebb. Ez kérdés, hogy tudod el, hogy vannak ellen példáink, azért a Bovárénk elég jól sikerült, és tovább. De akkor is ez egy nagy kérdés, hogy miért nem vállalkoztak nők erre. Na most megint ugorjunk a század elejéről mostanra, a 20. század végére és a 21. század elejére, és nézzük meg, hogy melyek azok a kérdések, amik nagyjából hiányoznak az irodalmunkból. Mit jelent ma? 90-es években és a 2000-es évek elején és a 10-es években zsidóknak lenni. Hogy hogyan tudunk kapcsolódni természetesen vagy nem természetesen tudunk a múltunkhoz. Aztán, hogy tudjuk új jelentéssel folytatni a rituálékat. Hogy milyenek látnak minket a nem zsidók, és hogyan reflektálnak mi ránk, hogyan azonosítanak bennünket, és hogyan nézünk mi magunkra, a mi zsidók. Ezeket a műveket legkülönböző módon meg lehet csinálni, humorosan vagy komolyan a hagyományhoz kapcsolódva. De mindenképpen nagyon fontos dolog, mert így kapcsolódunk a tágabb értelmezett kultúrához, tehát a zsidó irodalom, a zsidó kultúra így tud a nem zsidó kultúrához kapcsolódni, azzal, hogy párbeszédet létesít, azzal, hogy létrehozza a saját kultúráját. Na most nézzük meg, hogy a zsidó irodalmat hogyan definiáljuk. Ugye ez volt a másik szkeptikus kérdés, hogy én most azokat fogom zsidó írónak tekinteni, akik zsidónak születtek, és azok a zsidó nőírók, akiknek ott áll a neve mellett, siessek. Jó. Tehát itt próbáljuk olyan definíciót nézni, a definíció semmiképpen nem a származást jelenti, mert ez egy biológiai dolog, hanem mindenképpen valami más, tehát a téma, az identitás, valamiféle kötődés, a hagyományunk, és mindenképpen valamiféle szövegnek formálási mód, ezeknek valamilyen bevülése. Na most nézzük meg, hogy
hogy hol van, hol voltak a zsidó nők, a zsidó írónők a 20. század elején. A zsidó nő című kiállítás, amit 2002-ben a Zsidó Múzeumban rendeztek meg, azt láttuk, hogy fantasztikus sok zsidó írónő volt. Ugye, jó fölös sorolnak, hogy ezek apró betűkkel vannak, de azért elmondom a nagy lényeges neveket. Én magam is megkökentem, hogy kinének egy zsidó, és soha egy árvaszót erről nem jött le. Dénes Zsófia, Erdős René, Hajnal Anna, Kovor Noémi, Pécsi Blanka, Lesz Nagy Anna, Evelyn Martin és stb. Tehát nagyon részünk soha egy árvaszót nem ért le erről. Lesz Nagy Anna szólt a zsidóságról, Dénes Zsófia és a női témáról. Kiemelhetünk gyorsan egy-egy nevet, de azt, hogy zsidó nőnek jelenteni, azt nem igazán. Most hirtelen ugrunk egyet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a hirtelen váltás akkor következett be, amikor a holokauszt bekövetkezett. Hirtelen a nők életében is nagy változás történt, nem csak a gettőket készítő nők életében, a többiekében is, amikor férfi nélkül maradtak, amikor férjeket, apákat elvitték munkaszolgálatban, amikor aktívak lettek, működtetni kellett a családok, törődnek, stb. Felnőttek a helyzethez, aktívak lettek a saját életüknek az irányítójára. Ezt látjuk különböző holokauszt memoárokban is, hogy nők akár a gettóban, akár a koncentrációs táborokban aktívan törődtek egymással, megszervezték az életüket. Tehát létrejött egy olyan fajta női viselkedésmód, egy olyan női szerep, ami ismeretlen volt a zsidó hagyományokban korábban. És a memoárokban erről elkezdtek írni. Elég hamar megjelentek az első memoárok. Gyorsan átszaladunk azokon a zsidó írónőkön, akik nem igazán beszéltek erről. Harmos Ilona egy nagyszerű ellenpélda. Ugye a Harmos Ilona, aki Kosztolányi Dezsőnek a felesége volt, talán nagyszerű író lett volna, többet ír, hogyha Kosztolányi nem tartja távol. És két remek könyve jelent meg a elmúlt években a Noránk kiadónál, ugye a Buronban születtem novelláit jelent meg, a zsidó életről is szólnak ezek a novellák, egy szegény zsidó családból, kutyúról, lányról van szó. És a másik, ami még nagyszerű könyv a tüzes cipőben, pedig egy holokauszt történet, holokauszt memoár. Ugye, és itt egy fantasztikus figurát alkot a saját figurájából, ugye egy anya, aki a saját gyerekét is próbálja menteni, ugyanis egy abszolút hiányzó téma volt. Na most olyan könyvek jelentek meg rögtön a holokauszt után, ami közvetlenül adta híradást arról, hogy mi is történt ezekkel a nőkkel. Megemlíteném Gásperinek a könyvét, rögtön 46-ban jelent meg, ami a cionista nőkről, az embermentő nőknek a tevékenységéről szólt, az üvegházban volt aktivista, ott is lakott. Ez a könyv fellelhetetlen, de az a nagyszerű szerencsénkért, hogy valahogy Vámos György, aki az üvegház című kötet összeállítója, mégis csak hozzájutott, és nagy részt, jelentős részletet bele tudott tenni a kötetbe, és ez egy nagyszerű dolog. Többet tudunk igazából, hogy milyen is volt ez a mindennapi élet. A 60-as években Brunk Edit, aki magyar, ugye de nem Magyarországon jelentette meg ezt a könyvét, hanem Olaszországban, de Magyarországon is még nem 63 a fordításban, úgyhogy ez úgy szeret, egy nagyszerű holokauszt memoár, nagyon női memoár, ahol a ruhák, a külsőségek, az anya-lány viszony, a barátnő viszony alá gerdett, mindig megjelennek. És a 70-es években tudjuk, hogy ez volt az az időszak, amikor jött egy újabb hullám, ugye nem csak a sorstalanság jelent meg akkor, hanem a hajtipanyar is. És még egy jelentős könyvet kell említenünk, ami megjelent, ez a Tudás Tertőnő, bocsánat, az Üveg Szigetben. Igen, nagyon sértek most már. Hanem megjelent a Gergely Ámes könyve is, igen, a Tolmács című, amiben explicite szóban már zsidó témáról, nem csak arról, hogy a holokausztról, hanem arról, hogy a holokausztot túlélő generáció hogyan élhet tovább ezzel a élménnyel, ezzel a tapasztalattal, vagy el kell menni, nem, vagy nem kell, mit kell kezdeni, mit kezdhetünk a palesztin-izraeli háborúval. Tehát, hogy ezek a témák megjelennek, csak nem elég jó ez a könyv ahhoz, hogy köztudatba átmenünk volna, tehát nem került be ez a kánonban, de mégis valamiképpen egy bátor lett. Beszélhetnék még a költőkről, de nem beszélünk, a költészetben is megjelentettük a témák. Ember Mária könyve nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy nem csak a hajtipanyag, hanem az Élszegény 2000-ben című posztumus könyve, sajnos már nem ilyen, akkor ez a saját holokauszt története, anyja, a bukor és a saját története nagyon izgalmas, megint csak olyan dolgokról szól, női kapcsolatokról, anyalányok viszonyról,
ami megiratlan, ne a birodalom történetben, ne tekintve a birodalom történetben kétek szerepen a különösségben nem iratta. És mi maradt mára, hogy van néhány fiatal, akik fölvállaltam, hogy a zsidó témák van, nagyjából holokauszt témák, vagyis második generációs témák, itt a Rapai Ági költőre gondolok, a Borbács Zsuzsára, aki a Talált nő című novellás kötetében szintén tematikusan fölveti ezt a dolgot, Balazsó Kiatnak a költészetében előkerül ez a téma. És befejezésül már csak annyit mondanék, hogy mik azok a fontos kérdések, amik felvetődnek, amikor zsidó irodalomról beszélünk. Az egyik, hogy a modern zsidónő képesen megtapasztalni a saját identitását, hogy látta olyan érdekes, izgalmas, sajátos perspektívát maga előtt, amire azt mondjuk, hogy ez egy zsidónő perspektíva. Mi van a jiddisen máma és a Jewish princess sztereotípiáink kívül? Ugye az a Jewish princess az egy negatív sztereotípia, főleg Amerikában létezik, nálunk ezt nem igazán használják, az ilyen elkényeztetett, beképzelő gazda a zsidó lányokat jelentett, hogy senki nem, amiket senki nem érdekel, nálunk ez a pláza cicának a megfelelő, ez nem egy zsidó dolog, nálunk a pláza cica. A másik kérdés, hogy milyen speciális kihívást jelent a modernőnek a modernitás, vagy a posztmodernő vár. És a harmadik, hogy hogyan igyekszik a modern zsidónő összeegyeztetni a zsidó, a magyar, az európai és a női identitását. Sajnos az utóbbi években aztán hozzátettenünk azt is, hogy mit kezd a zsidónő a mai napi szemlélődés sajnos a neonáci jelenséggel. Azt mondjuk, hogy konklúzióként mondanom már csak, befejezem, hogy a mai nosztalgia és visszaemlékezés hullámban vagy divatban mindenki keresi a helyét, a gyökereit, a múltját, és ugye a zsidóknak, a vándorlás népének a könyv marad, a könyv a zsidóknak hazája, az otthona. Most ebből az otthonból nagyon-nagyon hiányzik a női hang. Ugye ez még lakatlan, és hogy hiányzik a kollektív emlékezet kórusából ez a zsidó női hang. De bízunk benne, hogy előbb-utóbb lesz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Katalin, bravo. Én nem tudom, hogy azt hiszem, hogy most akkor egy kicsit elég jönnél, nem engedjük vissza az előadát. Megkérném Prepo Panikót, aki a gyakorlatilag tanára, hogy tartsa meg kísérletet a zsidó felkezeti jólainak kölyesítésére az emancipáció után. Előadásomban azokkal a kísérletekről szeretnék erről szót ejteni, amelyek a zsidó felkezeti jogainak szélesítésére irányítanak a emancipáció és a recepció elérése között létrejöttek. A zsidó emancipáció hazai történetének szembetűnő sajátossága az egyéni és a vallási egyenlőség említése közötti jutókai eltérés. Az, hogy az állampolgári jogok deklarálását csak közel 3 évtized múlva követte az izraeli vallás eredeti kívánítása. Jól lenne, de 1867 után több lépés is történt a felekezeti jogok bővítésére. E kísérletek rendes sikertelenül bizonyultak, csak az egyházpolitikai törvényhozás keretében elfogadott recepciós törvényhozás kérdében lépés. E kísérletek közül az úgynevezett részleges polgári házasságon és a főrendiház reformján a róla szóló parlamenti vitákon keresztül szeretném bemutatni azokat az erővonalakat, amelyek 1995-ig akadályozták a felekezeti jogok bővítését. A zsidó vallás emancipációjának megőrzésére 1867-ben mindenek előtt a vallási irányzatok közötti konfliktus, azok intézményes különválása, illetve a központi egyházi hatóság hiányi szolgálatot formai indokolt. A kérdés másrészt a kiegyezéssel meghívó jogi politikai átalakulás szélesebb összefüggéseire is beágyazódott, és megoldása attól függött, hogyan rendezi a törvényhozás a polgári állam és az egyházak viszonyát, és miként teremti meg a vallás és lelkiismeret szabadság érvényesülésének feltételeit. A kiegyezés követően közvetlen társadalmi hatások miatt az egyházi kérdésre bizonyultak az egyik legkényesebb problémának. Megoldásukat akadályozta a bevett és a fült vallások bonyolult rendszere, a katolikus autonómia hiánya, a vegyes házasságokban született gyermekek vallása körül kialakult konfliktusok, illetve az egyházak részéről a polgári házasság intézmények elutasítása. Ezért jól lehet a hazai liberálisok érvényesített ötös Józsefvel és Deák Ferenccel a vallások hierarchiájával szemben a felekezetek általános egyenlőségének eszméjét állították,
A 67 után hivatalban lévő kormányok sokáig nem vállalkoztak az állam és az egyházak viszonyának átfogó reformjára. Az izraelita felekezet a tűrt, majd 1871-től az ortodoxia intézményes különvárása után az elismert kategóriába tartozott, ami a zsidók számára a polgári életben az átfedések és a házasodás terén számos hátrányra járt. Az, hogy a törvényhozás 1868-ban csak a bevett felekezetek viszonosságát ismerte el, az átérés vonatkozásában főként a keresztény vallásból az izraelitával való felvétel tilalmát jelentette, míg annak fordítottja a zsidók megkeresztelkedése a gyakorlatban megengedő törvény hiányában sem volt mindfejlesség. Az átérési hajlamot ugyanis megnövelte a vegyes házasság tilalma, amelyek következtében a vegyes kapcsolatok folytatók számára az egyik fél átérése a törvénytelen helyzetek kerülésének lehetséges módját kívánta. Mások külföldön, főként Ausztriában.